Hölgyeim, uraim, kedves testvéreim, elérkeztünk az utolsó előadáshoz, amikor befejezzük a korrigálás, intés, fegyelmezésnek a tanítását. Most elérkeztünk a korrekció harmadik szintjéhez, az isteni téletéhez, és át is fogjuk nézni a negyedik, ötödik, hatodik szintet, és ezt meg fogjuk említeni, túlságosan részletekben nem fogunk belemenni. Ez a csúcspontja a fegyelmezésnek, talán a legnehezebbik része. Itt már azért kemény dolgokról is kell beszélnem, de minden a javunkra van. Úgyhogy figyeljetek, haladjatok velem együtt. Először is a harmadik szintjéről a fegyelmezés, vagy az intés, bátorítva korrigálni, az első szint, a második szint a fegyelmezés, a harmadik szint az Isten ítélete. De ebben az Isten ítéletben is benne van az ő szeretete, és az ő kegyelme, és az ő megmentő hatalma, az ő gyermekei számára. De ez már egy erősebb fokozat. Az ítéletében benne van már a büntetése is. Ugyanis, ahogy az apa bünteti a fiát, ugyanúgy az atya bünteti az ő fiait. Szeretetből, megmentő szeretetből. És az ítélet már hordoz egy bizonyos fajta büntetést is az ember számára. Erről a szóról, hogy ítélet, sok minden eszünkbe jut. Különösen az utolsó ítélet. Az ítélet szó nem szokott eszünkbe jutni fegyelmezési módszerként, mert valahogy ez nem ismert ilyen módon. Pedig az ítélet, mint Istennek az egyik erős fegyelmezési eszköze, jelenik meg a Bibliában, és amúgy több mindent jelent az ítélet, jelenik pozitív tartalommal is, hogy ítéljünk meg dolgokat. Az itt így a krínó görög szó azt jelenti, hogy elválasztani a jót a rossztól, a tisztát a tisztátalantól, a világosat a sötétségtől, az Istenit az ördögitől. Tehát ez egy pozitív tartalmú szó. Fontos, hogy ilyen módon megítéljünk, ítéletet hozzunk, igaz ítéletet hozzunk. De beszél a Biblia az ítéletről, amikor Isten fogja elválasztani a jót a rossztól, a kecskéket a bárányoktól, de az ítélet megjelenik, mint fegyelmezési eszköz is. Ezért ennek a szónak nagyon gazdag és többrétű jelentése van, de egyértelműen megjelenik Isten kezébe, mint fegyelmezési eszköz is. Amikor erről beszélek, fontos megerősítenünk azt, hogy Isten az a szeretet. Tehát minden, amit tesz, a szeretete motiválja. És amikor keményen büntet vagy ítéletet gyakorol, akkor is a szeretet motiválja, hogy az anarchia, a negatív torzirányok ne tudjanak uralomra jutni. Ezért fontos, hogy amikor az ítéletről beszélünk, lássuk az ő megmentő szeretetét is ebben. Ezen túl azt mondja az ige, hogy az Isten félelem az, ami távol tart a bűntől. Amikor erről tanítok, szeretném azt, hogy növekedjen benned az Isten félelem. Növekedjen benned az Isten félelem, mert az Isten félelem távol tartja az embert a bűntől. Miért fontos az Isten félelem? Azért, hogy tudatában legyünk az Isten nagyságának, hatalmának, az ő fegyelmezési és ítéletet hozó jogkörének is, az ő büntetési jogkörének, hogy tudatában legyünk, hogy vannak dolgok, amit nem lehet megtenni büntetlenül. Ennek a tudatában kell lennünk, hogy vannak dolgok, ezt elmondom újból, amit nem lehet megtenni büntetlenül, hanem lesznek következményei a mindenható részéről, és nagyon sok esetben az emberi tekintélyrendek részéről is. Ez az Isten félelem, ez az, ami távol tart bennünket attól, hogy félünk a büntetéstől, félünk határokat átlépni, megmarakígyó, hogy van bennünk egy tartás. Ez egy pozitív tartalmú szó, de az Isten félelemre mindegyikünknek szüksége van, különösen az utolsó idők generációjának, ahol a határokat az ellenség igyekszik lerombolni, és azt mondja, hogy semmi sem árt neked. Ez nem igaz. Vannak dolgok, amiket büntetlenül nem lehet megúszni. És jó, hogyha ennek a tudatában vagy. Mert ez távol tart a bűntől bennünket. Na nézzük egy picit egy-két gondolatot az Isten félelemről. 1 Timóteus 2.1.3. Olvassuk el. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt
és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben, mert ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, eljusson az igazság megismerésére. Miért kell imádkoznunk? Az a cél, hogy egy csendes, megelégedett életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Az istenfélelem távol tart bizonyos bűnöktől, ezért tisztességesek leszünk. Ez a cél, ezért imádkozunk, ezért bátorít Pál, hogy könyörögjünk és imádkozzunk. Az 1 Timóteus 2.10-ben pedig azt olvassuk, ugyanúgy az asszonyok is tisztességes öltözetben szemérmesen, mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal, aranyokkal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Tehát, hogy a hölgyek is vegyék föl a szép öltözetek mellé, az Isten félelmet öltözzék föl. Mert ez mit csinál? Tisztességben tartja őket. Az Isten félelem az tisztességben tart téged. Megőriz a tisztességtelen eszközöktől, és a tisztességtelen magatartástól, ahogy az előbb is olvastuk. És az utolsó ige az Isten félelemről, a Zsidó 5-6-7-ben, ahogy másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. És figyelj meg, a papoknak mit kell tudni? Az ő testi életén könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltásokkal, könnyek között járult az Úr elé. És akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a hatalma halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Az Isten félelem az jutalmaztatik. Az tetszik az Istennek, hogy a bennünk lévő Isten félelem miatt hallgattatott meg itt is, ahogy hangos kiáltásokkal járult, az Isten elé ki volt ez? Jézus Krisztus volt, aki istenfélő volt, példát adott nekünk, hogy mi is istenfélőek legyünk. Az istenfélelem távol tart a bűntől. Az istenfélelem segít nekünk annak a tudatában élni, hogy büntetlenül nem tehetünk meg dolgokat. Amikor az ember azt gondolja, hogy bármit megtehet, és semmi következménye nincsen, az kiírtja az istenfélelmet, és torz irányba viszi az embert, és bukásokat és romlásokat hoz az életében. Tehát az istenfélelem annak a tudatában tart bennünket, hogy nem tehetünk meg bármit büntetlenül. Ez fontos dolog, és a büntetés végrehajtója maga a mindenható. Ezért adja az Isten, hogy istenfélők legyünk mindannyian. Ezen a területen, mert az istenfélelem távol tart bennünket az ítélettől. Távol tart bennünket attól, hogy a fegyelmezés eljusson idáig. Na nézzük, hogy mi az ítélet. Tehát intés, fenyítés, ítélet. Ez a harmadik fokozata az isteni korrekciónak, amikor az ember nem fogadja el az intést, nem segít a fenyítés, egy idő után ad egy időt a megtérésre, egy idő után felszabadítja az ő ítéletét, és ezzel zárja le a folyamatot. Amikor nem vesszük figyelembe, az ítéletének is még az a célja, hogy elkerüljük a kárhoztató ítéletet, a végső ítéletet, tehát az a földön lévő ítéletében is benne van minden esetben az ő megmentő kegyelme. Hogy ez a földi ítélet lehetőséget adjon még nekünk, hogy megmeneküljünk a kárhoztató végleges ítélettől. És ezt látjuk amúgy Anániás Safira életében is, amikor azért megdöbbentő volt, hogy az ítélet megjelent ott az egyházba teljes radikalizmussal, hogy két fiatal ember, életképes ember egyik pillanatról a másikra meghalt. Megjelent ott az ítélet. Ez segítette, hogy az Isten félelem meggyökerezzen a többieknek a szívében, hogy tudatában legyenek, hogy nem tehetnek meg bármit büntetlenül. És meg vagyok róla győződve, hogy Anániás és Safira kegyelmet kapott, mert ők megtértek, mert ők Jézus Krisztusba bíztak, de azért jött az ítélet rájuk, mert helyet adtak a képmutatásnak, a bűnnek, és ezzel az atya be akarta mutatni, hogy nem tolerálja a képmutatást, és utálja a vallásosságot, utálja a bűnt, a képmutató, színészkedő magatartás formákat, és ebből adódó manipulációkat, és ezért megengedte, hogy erre a helyzetre ítélet jöjjön. Mind a ketten meghaltak az ítélet következtében. Ebben benne volt egy büntetés is. A büntetés az, hogy nem tudták teljességgel megélni az életüket. De a kegyelem az volt,
hogy örök életet kaptak. A kegyelem az volt, hogy Jézus Krisztus megváltói munkája elegendő, hogy senki ne ragadja ki őket az ő kezükből, és kegyelmet kaptak a mennyből. A földön lévőknek pedig tanulniuk kellett ebből az ítéletből, mert azt mondja Pál, hogy fenyítsd meg őket mindenki előtt, hogy mindenki megrettenjen. Kell az Isten félelem, hogy egyensúlyban maradjunk, hogy tudjuk tisztelni a vezetőinket, hogy annak a tudatában éljünk, hogy vannak dolgok, amit nem tudunk megtenni büntetlenül. És utolérhet bennünket Isten büntetése és Isten ítélete. Látjuk, hogy Géházi életében is megjelent az ítélet, amikor hazudik, manipulál a pénz szeretete miatt. És az ítélet nem halálban jelenik meg, hanem egy nagyon csúnya, gyógyíthatatlan betegségben, a leprában, egy tisztátalanságban jelenik meg. És az ítéletből, a lepra állapotból mindenki tudta, hogy Géházi Isten ítélete alatt van. Ebbe is megvolt még az ő megtérő kegyelme, még benne volt az ő korrekciója. De szeretném mondani nektek, hogy hány és hány emberről hallottam, akik hirtelen meghaltak az egyházba, mert Isten ítélete jött rájuk. Szinte minden ébredési mozgalom, ami elindult Magyarországon egy hagyományosabb felekezetbe, akár a baptista testvérek között, mesélték az agapi gyülekezet vezetői, hogy mikor a baptista egyházba beindult az ébredési folyamat, a Szent Szellem kiáradt, és tömegek tértek meg, töltekeztek be a baptista egyházba, és volt egy-két olyan ős atya, presbiter vagy idős baptista testvér, aki védte a vallást, de nem védte az Isten igéjét, és jobban tisztelte a vallást, mint Isten magát. És szembe ment az ébredési mozgalommal, és mondták, hogy 2-3 ilyen ember egyik napról a másikra meghalt. Biztos vagyok benne, hogy kegyelmet kapott. Biztos vagyok benne, hogy a mennybe jutott. De az ítélet jött az életükre. Mert hogyha nem jött volna az ítélet, lehet, hogy odáig mentek volna, hogy még a mennyet is elkerülték volna. Annyi bűnt tettek volna, annyira szembe álltak volna az Isten ébredési munkájával. Ezért az ítélet még a kegyelemnek a megnyilvánulása volt. És mindegyik önket int az Isten félelemre. Hogy nem tehetünk meg bármit büntetlenül. Számomra az egyik legközelebb jött ítélet az volt, amikor az Omega hálózat elindult, még a pünkösdi mozgalmon belül. Nem akarok részleteket említeni, de mint egy reform munkások, nagyon sok ellenállásba, negatív dologba volt részünk. És az egyik legkeményebb dolog, ami történt, mikor bejelentettük, hogy elhagyjuk a pünkösdi egyházat, mert már nem győztük azt a felesleges harcot, háborút, amit az Úrral való együtthaladásunk igényelt, és akkor olyan lépések születtek az akkori elnök részéről, amire Isten ítélete jött. De úgy, hogy egy életerős fiatalember, nagyon hálás vagyok neki, sokat köszönhetünk neki, ő adott bennünket össze, a házasságunk idején sok áldást kaptunk rajta keresztül, de úgy járt, mint Saul, aki olyan démoni befolyás alá került, hogy már nem tudta, hogy mit csinál. És egyik napról a másikra egy ítélet jött rá. Grillezett, egy ártatlan tevékenységet folytatott, és tűz ütött ki a grillből, és tüdőembóliát kapott, és néhány nap alatt meghalt. Teljesen váratlanul, mindenki megdöbbent, mindenki tudta, hogy ez nem egy természetes szintű dolog. Ez Istennek az ítélete volt. És mindannyian megdöbbentünk, mikor láttuk, és elmentünk a temetésre, mert szembesültünk azzal, hogy amivel ott Isten tanított mindegyikünket, hogy nem tehetünk meg bármit büntetlenül. Én biztos vagyok benne, hogy ez az ember kegyelmet kapott. Biztos vagyok benne, hogy Jézus Krisztus megváltói munkája elegendő volt, hogy ő örök életet kapjon. De abban is biztos vagyok, hogy Isten állította meg ezen az útján, hogy ne menjen tovább. Mert ha tovább megy, lehet, hogy olyan dolgokat követel, ami még a kegyelemből is kimozdítja őt. És a károsztató ítélet alá kerül. És ez a földi ítélet megmentette őt a károsztató ítélet alól. Tehát ebbe is megvan az Isten megmentő keze. És ott egyértelműen tanított bennünket, arra az Isten félelemre, hogy nem tehetünk meg bármit büntetlenül. És ezt a leckét mindegyikőnek meg kell tanulni. És úgy olvastuk a Jelenések 16:7-ben, és ez egy nagyon fontos alapige. És hallottam, hogy így szólt az oltár,
felől. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Ezt fontos tudnunk, mielőtt erről beszélünk, hogy mindig igazak és igazságosak Isten ítéletei. És nézzük meg most akkor egy picit az ige szempontjából, hogy melyek azok a bűnök, amelyek kiválthatják az Isten ítéletét. Hogy lehetőleg tartózkodjunk ezektől a bűnöktől. Legyünk óvatosak, legyünk istenfélőek. A Jakab 5.9.10-ben néhány új szövetségi igét fogok olvasni. Melyek azok a bűnök, amikről az ige tanúskodik arról, hogy kiváltja az Isten ítéletét. Azt mondja, ne panaszkodjatok, sóhajtozzatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll, vegyetek példát testvéreim szenvedésben, türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Azt mondja, ne panaszkodjatok, sóhajtozzatok egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Itt a panaszkodás talán nem a legpontosabb szó, ez az eredeti nyelven az a szó, ami itt van, az egy sokkal erősebb kifejezésű szó. Ne beszéljetek ellene, ne helyezkedjetek szembe, és a ti beszédetekben fejezzétek ezt ki. Azt mondja, hogy egymással. Tehát, hogy ne engedjétek meg azt a luxust, hogy szembe helyezkedjetek egymással, és a ti beszédetek mindig ellentétes legyen a másikkal. Itt erről beszél, mert azt mondja, vigyázzatok, hogy el ne ítéltessetek, mert ha sokáig benne maradtok ebbe az állapotba, jöhet egy isteni ítélet. Lehet, hogy először küldi az intőket, utána küldi a fenyítőket, de eljöhet az ítélet emiatt a magatartásra. Amúgy erre látunk bibliai példát is, hogy akik ezt csinálták, például Áron és Miriam, de Miriam különösen, ugye a három testvér, Mózes, Áron és Miriam, akik benne voltak a vezetésben, mindenkinek volt valamilyen felelőssége. Áron volt a szószélő, Mózes volt a vezető, Miriam volt a profétaasszony, és egyszer Miriam annyira berágott, annyira beindult Mózessel szembe, hogy elkezdett szembe helyezkedni, ellene beszélni. És pum, egyszer csak jött az Isten ítélete. Nem állt le, nem volt benne Isten félelem. Szerinted ezután megtanulta már Miriam nagy valószínűséggel, mikor a testében érezte a fájdalmait, a leprának, a szégyenét, ki kellett a táboron kívülre tenni, és utána kegyelmet kapott és meggyógyult. De figyelj ide, vigyázz, hogy el ne ítéltess, mikor ilyen radikálisan szembe mész vezetőkkel, emberekkel, és nehogy az Isten ítélete jöjjön az életedre, mert a Biblia erre figyelmeztet bennünket. A Máté 23.14 azt mondja, jajnyi, te képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, színlelésből mégis hosszan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. A képmutatás, Anániás és Safinan a példája nagyon nincsen bennünket. A képmutató magatartás, amikor színészkedünk, embereknek akarunk tetszeni. Ez kiváltja az Istennek az ítéletét. Azt mondja, súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Ez lehet egy földi ítélet, de lehet az áró ítéletre is utalhat. Mind a kettőre. Azt mondja, ne legyetek a képmutató vallásosság, kiváltja az Isten ítéletét. Tudjátok, hány családot láttam, akik rendkívüli módon, profi szinten űzték a képmutatást. Nagyon kegyesek a beszédük, a magatartások, és otthon egy csomó gonoszságot megengedtek, és milyen ítélet jött azokra a családokra? Szétestek, elváltak, széthullottak a családok, és mindenféle ördögi romlás tudott, betegségek tudtak bejönni ezekbe a családokba. A képmutatás az Isten ítéletét váltja ki. Annyira utálja, gyűlöli Isten a színészkedést, az őszintétlen magatartást, az embereknek való megfelelési kényszereket. Annyira utálja, hogy az Isten ítéletét hozza elő Anániás, Safira, és ez az ige is intő példa számunkra. De menjünk tovább az 1 Timóteus 5.12-13-ban. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert a Krisztus ellenére támad bennük vágy, férhez akarnak menni. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Egyszer, mint semmit tévők, akik megszokják, hogy házról házra járnak. De nem csak semmit tévők, hanem fecsegők, más dolgába avatkoznak. Olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Tehát az özvegyasszony ugye az egy tiszteletbeli státusz, szolgálói státusz volt. Az idősebb özvegyasszonyokat jegyezték külön, mint szolgálókat az első egyházban. De azt mondja, a fiatalabbakat ne jegyezzétek, azok ne tegyenek fogadalmat, özvegységi fogadalmat, mert ha nem tudják tartani, csak ítéletet vesznek magukra. Tehát a beszédnek a felelőssége ítéletet vált ki. Ugye szembe helyezkedni és úgy beszélni, ítélkezni, már erről olvastunk. Itt egy hamis fogadalom, a megszegett fogadalom, a kimondott dolgok ellenére való cselekvés.
Isten ítéletét válthatja ki, és a vállásokban is benne lehet az Isten ítélete, mert ott is fogadalmat teszünk. A Róma 13.2.3-ban úgy olvassuk, és ez egy különös terület, ahol nagyon vigyázzál, amikor Isten embereivel szembe kezdesz el beszélni és cselekedni, amikor Isten embereivel, a vezetőkkel szembe állsz, és nem tiszteled az ő Istentől való kenetüket, hogy az milyen ítéletet tud felszabadítani. Úgy olvassuk itt a Róma 13.2.3, hogy minden lélek, minden ember engedelmeskedjék a felsőbb hatalmaknak, mert nincsen hatalom mástól, mint Istentől. Tehát a hatalom az Istentől van. És amikor a főnököt, vagy a felettest, bármilyen szintű előjárót nem tisztelsz, az Istentől való hatalmat nem tiszteled. Ami hatalom van, az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellene. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Tehát akik engedetlenek, lázadók, és szembe helyezkednek a hatalommal, azok ítéletet vonnak magukra. Az a kép van itt, amikor egy lepedőt, egy takarót magadra húzol, hogy betakarozzál, na ugyanígy az ítéletnek a takaróját húzod magadra, ha nem térsz meg az hatalommal való szembeállásról. Természetesen, ha a hatalom eltért az Isten rendjétől, akkor felold bennünket az az ige, hogy Istennek kell engedni, mint sem embereknek. De a hatalom, akár világi hatalmasság, akár hívő hatalmasságnak való engedelmesség, az egy felelősség az életünkbe. És aki ellene szegül ennek a hatalomnak, az Isten rendelésének áll ellene. Akik pedig ellenállnak, azok előbb-utóbb ítéletet vonnak magukra. Dávid tisztában volt ezzel. Ezért Saul sok rossz dolgot tett, de Dávid tisztelte benne az elhívást. Tisztelt őt, mint Isten emberét. Azt mondja, hogy én nem fogok kárt tenni benne. Ő az Isten embere, az Úrnak a felkentje. A felkentekkel szembe helyezkedni veszélyes dolog. Mert Istennel magával kerül szembe. És Dávidban volt egy istenfélelem. Tudta, hogy büntetlenül nem lehet dolgokat megtenni. És ő félt ettől, tartott ettől. Ezért az igaz bíróra bízta Sault. És Saulnak a megbüntetését. Mert nem akart ítéletet vonni magára. Ez tanulságos mindegyik önnek. Némelyek olyan lazán szembe kerülnek vezetőkkel, Istentől rendelt hatalmakkal, tiszteletlenül, és következetesen szembeszegülnek. Vigyázz! Ítéletet vonsz magadra. Úgy olvastuk, aki tehát ellene szegül az Istentől rendelt hatalomnak, az Isten rendelésének áll ellene. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Tehát ez nem egy játék. Nem egy játékszer. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd jót, és dicséretet kapsz tőle. Tehát Pál apostol itt részletesen tanít. Emlékszel rá, amikor Elizeus kijött, mint Isten felkent embere, aki kétszer annyi csodát tett, mert kétszeres kenet volt rajta, mint Illésen? És elkezdték őt csúfolni a gyerekek, tiszteletlenek, fiatalok, tinédzserek. És abban a pillanatban jött az ítélet. Elizeus kapott egy vezetést, hogy jöjjenek ki medvék, és széttépték a gyermekeket ott. Emlékszel? Az ítélet jött, mert szembeszegültek a hatalomnak. Nem tisztelték, nem becsülték meg Isten emberét. Kedves gyülekezet, szeretném mondani azt, hogy a felkentekre vigyázzatok. Nem engedhetsz meg bármit a felkentekkel szembe. Tudjad, legyen Isten félelem benned. Hogy legyél abnak a tudatában, hogy vannak dolgok, amik isteni büntetést vonnak maguk után. Egyszer nagyon tanulságos volt nekem, mikor egy ilyen ítélettel találkoztam. Egy fiatalember nem is olyan régen, már az Úrnál van, nem nősült meg. Egy nagyon kedves fiatalember volt, szívemhez közel állt. Sokat fociztunk együtt, nagyon jó lelkületű, a kezem alatt ért meg. És egyszer csak 30-valahány évesen rákos lett a fiú. És ez a betegséget évekig cipelte, egyre nehezebb terhet hordozott, és sokan imádkoztunk érte. Még Reinhard Bonke is kiment egy ilyen konferenciára, még Afrikába is járt. A legnagyobb gyógyító szolgálattal bíró ajándékok imádkoztak érte, soha nem gyógyult meg.
A gyülekezet pásztora, presbiterei rendszeresen bőtöltek, imádkoztak érte, és valahogy a gyógyulás nem tudott átmenni. És élete derekán egyszer csak meghalt ez a fiú. És kérdeztem egyszer az úrtól, hogy miért, uram, miért? Miért nem gyógyult meg ez a fiú? Hiszen annyira látszott az ördögi betegségnek minden terhe rajta. És neked van hatalmad. Uram, miért? És akkor eszembe jutott egy jelenet. Egyszer beszélgettem ezzel a fiatal emberrel, a politikára terelődött a szó, és teljesen megdöbbentem. Az a mocsok és szenny, ami kijött ebből a fiúból hirtelen, a pillanatnyi kormányzat ellen, egyszerűen ritkán találkozom ilyennel. Bár a politikában lehet csak sűrűn találkozni ilyennel, de egy hívő ember életében egy nem megengedett ez. És akkor én intettem őt, fettem őt, hogy nem jó, hogy te így nyilatkozol, ez bűn, hiszen ha valaki ellene szegül az Isten Istentől rendelt hatalomnak, az Úr rendelésének áll ellene, ahogy így meg van írva, akik ellenállnak, ítéletet vonnak magukra, drága barátom, nem teheted ezt a magatartást, térjél meg belőle. És nem tért meg. És újból előjött ez a téma, és újból, és láttam, hogy egyre negatívabb, egyre csúnyább és mocskolódóbb a hatalommal szemben. És ez valami ördögi dolog volt, ami helyet kapott az életébe. És megértettem, hogy ítéletet von magára. És ezért nem gyógyult meg. Ezért lett meglopva, hogy sose tudott megnősülni a betegség miatt. Nem tudta megélni az életét, mert ez az ítéletben, bár megjelent az Isten kegyelme, biztos vagyok benne, hogy örök élete van, de az élete el lett lopva. Mert ez volt az ő ítélete, ez volt az ő büntetése, hogy nem tért meg azokból a dolgokból, hogy ellene szegüljön a hatalomnak. Tehát, kedves barátaim, én intelek benneteket, hogy legyen bennetek Istenfélelem. Az Isten felkentjeivel szembe nem lehet bárhogy nyilatkozni, bárhogy reagálni, bármilyen módon ellene menni. Tiszteljed a gyarlóságaik ellenére az Isten embereit, és te is tisztelve leszel. Becsüld meg őket, és te is megbecsülés szerzel, és ne szegülj ellene a hatalomnak, mert Isten rendelésének állsz ellene, és nem lehet sokáig ellenállni Isten rendelésének, mert jönni fog az ő ítélete, ami fájdalmas és nehéz. És azért az ige úgy is mutatja be az Urat, hogy ő a szeretet, de rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Tehát féljed az Istent, és annak a tudatában éljél, hogy büntetlenül bármit nem tehetünk meg. Ezért van az, hogy a vezetőkről külön beszél a Biblia, Isten embereiről, hogy két vagy három tanúra áll meg bármilyen vád ellenük, különös módon védi a vezetőket, de azt is mondja, hogy különös felelősség van rajtuk. És különös büntetés is jöhet az életükre, de különös védelem is van rajtuk. Különös tisztelet illeti meg őket. Különös, és a tisztelet a honoráriumnál is azt mondja, hogy kétszer-háromszor jobban becsüljék meg őket, akik tanítanak. Tehát ezért van az, hogy különösen beszél a vezetőkről. Ezért te is vigyázz arra, hogy reagálsz az Isten embereire. Na menjünk tovább, Titus 3:10-11, de kerüld az ostoba vitatkozásokat, nemzetesség táblázatokat, viszálykodásokat, törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást, megosztást okozó ember elől egy vagy két megintés után tér ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetközött önmagából bűnben él, és magában hordja az ítéletét. A másik, ami ítéletet vált ki, mikor valaki magába hordja a szakadást, mindig ellene szegül a vezetésnek, és leszakít, félrevezet másokat, és szakadást okoznak gyülekezetekben. Azt mondja, hogy az magában hordja az ítéletét. Ez azt jelenti, hogy bármikor aktiválódhat az ítélet. Intettük egyszer, kétszer, háromszor fenyítettük, nem tért meg. Magába hordja az ítéletét. Figyeljetek! Tudjátok, hány szakadást láttam már közelről, távolról? És tényleg igaz. Azok, akik tisztátalan motivációkból szakadást okoznak, magukba hordják az ítéletét. Létrejön a szakadás, és később, ha megnézzük az ő életüknek, szolgálatuknak a gyümölcseit, némelyik úgy tűnik, mintha lefagyott volna, hogy addig áldott, sikeres, jó gyümölcsöt termő ember volt, és hirtelen, mintha filmszakadás lenne, megszűnt a gyümölcstermés. Le lett blokkolva az áldás folyama az életükbe, és ez az ítélet Istentől,
rajtuk, mert szakadást okoztak. Tehát ezért vigyázz, hogy mit cselekszel, mert az ítélet megjelenik a szakadásnak a következtében. Nézzük meg, hogy a Biblia mit mond, hogy hogyan jelenik meg az ítélet. Gyorsan, mert az idő nagyon megy. Az ítélet meg tud jelenni meddőség formájában, akár fizikai vagy szellemi meddőség, hogy nem születik gyerek. Azért, mert nem megfelelő módon, most mondhatnék megint sztorikat, nem mondok sztorikat, volt egy házaspár, aki nem megfelelő módon viszonyult a tekintélyhez, és meddő mind a mai napig. Tehát figyeljetek, ez ítélet is lehet. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy nincs összefüggés a kettő között, de biztos vagyok benne, ha megtérnek ebből az állapotból, újból gyermekáldás aktiválódik az életükben. Tehát a meddőség fizikai, szellemi gyümölcstelenség, a bezárt menny az ítéletnek az egyik gyümölcse. A másik a betegségek. Jézabelről olvassuk, hogy mikor azt mondja, ítélet alá kerül, ha nem tér meg. Mi a ítéletnek a megjelenési formája? Beteg ágyba vetem őt. Tehát vannak betegségek, amire Isten ad jogosítványt. Nem úgy, mint Jobbnál, ő nem ítéletként jött a betegség az életében. Isten különleges engedélyt adott az ellenségnek erre, hogy tesztelje Jobbot, és jól megállta a tesztet, és ezért méltó volt a dupla áldásra és kegyelemre. De az ítélet nem erről szól, az büntetésként jön, és azt mondja, beteg ágyba vetem, még a fiait is Jézabelnek. Tehát az ítélet kiterjed az egész családra, mert nem tért meg. Az ítélet egyik megjelenési formája az, hogy az ember nem tudja megélni a 70-80 évet. A korai halálozás és különleges egyedi halálesetek, ami az ítéletnek a tünete. Ugye beszéltünk már néhány személyről, akiknél láttuk ezt. De még ott is megjelenhet az Isten kegyelme a halálesetben. Ezentúl az ítélet, hogy különféle lezárások történnek, hogy nem működik az áldás folyama tovább az életükbe. Az ítélet megjelenik úgy, hogy különféle balesetek történnek, hogy a védelem lesz elvonva attól a személytől. Az ítélet megjelenik úgy, hogy elveszíti az örökségét, hogy Isten neki akarta volna adni Izrael, mint például Izraelnek az ígéretföldjét, de nem tudta, elveszítette az örökségét. Vagy például Káin ítélet alá került, elveszítette a szolgálati örökségét. Az ítélet egyik megnyilvánulási formája, hogy sokkal alacsonyabb szinten éli le az ember életét, nem arra, amire teremtetett, és benne van a vágy, a kijelentés, a látás a magasabb szintet, de sohasem tudja elérni, mert ítélet alá került, büntetés alá került az ő engedetlensége, keménysége miatt. Van, amikor kapcsolati ítélet jelenik meg, hogy elveszíti a barátokat, és egyedül marad, és a magány az ítélet megjelenési formája, hogy az áldáshozó kapcsolatok bezárulnak. Az ítéletnek az egyik megjelenési formája, hogy tévejgés és megtévesztettség alá lett szorítva az ember. Ezért beszél is a János 9, vagy a Tesszalonika 2.12, 2 Tesszalonika 2.12, ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy mindezáltal elvegyék ítéletüket. Tehát az ítélet megjelenik, hogy ki szolgáltat Isten démoni szellemeknek, akik félrevezetnek, tévejgésbe viszik az embert, mivel nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Erre jön az Istennek az ítélete. Az ítélet még szellemi vakság területén is meg tud jelenni. Így ír erről János 9.39-ben Jézus ezt mondja, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Tehát a szellemi vakság is meg tud jelenni, mint Isten ítélete ezen a területen. És figyelj, ez egy valóságos dolog, én emlékszem rá, megdöbbentem egyszer, mikor a Szent Szellem indított, hogy hirdessem ki Isten ítéletét. Emlékszem rá, megtért egy fiatalember, egy nagyon kedves vállalkozó volt, egy roma testvér, akit mind a mai napig nagyon szeretek, és a felesége megtért, és a férje gátolta őt minden, és mondom, hogy majd elmegyek, meglátogatom őt, és így is volt, elmentem, meglátogattam őt, ugye kezdtük a beszélgetés mínusz 20-ról, de fejeztük plusz 20-nál, és közben bizonságot tettem, szolgáltam felé, és a végén ez az ember kirobbantott, és azt mondta, jó, én megtérek, én hiszek, hogyha elintézel egy dolgot, mondom, mit kell elintézni, és meséli, hogy rendszeresen betörtek hozzá, ugye egy jobbmódú vállalkozó cigány ember volt, aki becsületesen, sikeresen dolgozott, és elég jó vagyonra is tett szert, és rendszeresen lerabolták. És mondta, hogy rendszeresen betörnek hozzá aranyokat, mindenféle dolgot elvittek, és azt mondja, már följelentette, minden megtett, és nem tudják, hogy ki az.
Na és akkor mondom, én ezt elintézem neked, ez lesz egy pecsét az Istentől, hogy szeret téged, gondoskodik rólad, és akarja, hogy te megtérjél. Megegyeztünk ebbe, és imádkoztam érte, még akkor nem tudtam, hogy hogy fogok imádkozni, de tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen. És ezért megteszi ezeket a dolgokat, és megszabadítja az embert ettől az állapottól. És elkezdtem imádkozni mennyei nyelven, elkezdtem imádkozni ezért a férfiért, belelendültem, és mire észrevettem, olyan szavakat kezdtem kimondani, ami nem egy előre megfontolt, átgondolt szavak voltak. És ott az én imámba teljes lendülettel kihirdettem, és megkötöttem a tolvajlást, és kijelentettem, hogy soha többet nem fog előfordulni az Úr Jézus nevében, és kihirdettem az Isten ítéletét, hogy meg fog jelenni ebben az ügyben. Na, véget ért a nagy lendület, áment mondtunk, ő is elfogadta az imát, elmentünk. És nem is gondoltuk, hogy milyen eseménysor indult el attól a pillanattól kezdve. Ugye, amikor imádkozunk, Isten cselekszik, itt is úgy történt, Isten elkezdett aktívan cselekedni. És képzeljétek el, kiderült, hogy ez a tolvajrabló az ő öccse volt, aki jól ismerte ezt az embert, és rendszeresen bejárt a házába, és meglopta őt. És hát ő mindenkire gondolt, csak a saját családjára nem. És a következő történet rajzolódott ki az elkövetkezendő hetekben, a következő eseménysor, mégpedig az történt, hogy két hét múlva hirtelen, váratlanul meghalt az ő öccse. És teljesen megdöbbentek, fiatal ember volt, még 31-néhány éves, és semmi ok nem volt erre, betegség vagy ráutaló nyom, hogy ő a közeljövőben meg fog halni. És ez az ember elment, hogy meglátogassa az itt maradtakat, az öcsének a feleségét, családját, hogy vigasztalja őket. És ahogy bemegy az öcse házába, teljesen megdöbben. Nézi a dísztárgyakat, jé, ezek azok, amiket tőlem elloptak. Különféle aranytárgyakat fedez föl, hát ez mind az enyémek voltak. És akkor döbbent meg. Akkor értette meg, hogy az ítélet jött az ő öcsére, mert nem tért meg a tolvajlásból, és az isteni büntetés jött. De figyeld meg, hogy hogy jelent meg a kegyelem? Ebben a helyzetben még a kegyelem a következőképpen jelent meg. Véletlenül találkozik a másik gyülekezet pásztorával, aki részvétet kíván neki, és az Úr fölfedi a részleteket előtte, és mondja, hogy képzeld el, pont találkoztam a testvéreddel, mondja a másik pásztor, és olyan erős indítás volt rajtam, leszálltam a kerékpárról, és szóltam neki, gyere már ide, és beszéltem neki, és hirdettem neki a kegyelmet, a megtérés fontosságát. Olyan nagy képűen kezelt, olyan elutasító volt, és hallottam, hogy másnap meghalt. Szóval innen teljesen megdöbbentett. Ez volt az utolsó lehetősége, hogy halljon az igazságról, és elutasította az igazságot, és utána jött az ítélet. Tehát a kegyelem mindig előtte jár az ítéletben. Isten egy szerető atya, és meg akarja menteni az embert még az ítéletnél is, de ebben a helyzetben nem tudta megtenni. Tehát az ítélet az egy valóságos dolog. Az ítéletben benne van az Isten büntetési formája. Az ítélet akkor jön, mikor a korrekciókat elutasítjuk. De ne felejtsd el, féljed az Istent. Nem lehet büntetlenül dolgokat megtenni. Na, menjünk tovább. Róma 8.1 azt mondja, nincs már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn halál törvényétől. Ez teljes mértékben így van. Az, hogy nincs károsztató ítélet, az nem azt jelenti, hogy nem lehet inteni, fenyíteni, és akár isteni büntető ítélet ne érjen bennünket utol. A károsztató ítélet az azt jelenti, hogy a végső, az utolsó elszámoltató ítéletben már nem lesz károsztatás, hanem kegyelmet fogunk kapni. De ennek ellenére a földi ítélete az Istennek még utolérhet bennünket, ha nem térünk meg a korrekció hatására. És úgy olvassuk itt a Máté 23.37-ben, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Miért küldettek a proféták? Korrigálás céljából. Hogy incsenek, fedjenek, fenyítsenek, hirdessék a korrekció szükségét.
Azt mondja, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnyalja le üti csibéit, de ti nem akartátok. De ti nem akartátok. Hányszor akartam megjobbítani a útjaitokat, hányszor szerettem volna, hogy korrigáljatok, hányszor szerettem, hogy az a görbét kiegyenesítsétek, de ti nem akartátok, nem fogadtátok a korrekciót, és most jön az ítélet. Azt mondja, pusztán hagyatik a ti házatok. Mit mond Jézus? Eddig úgy beszélt a templomról, mint az én atyám házáról. De most már azt mondja, ez a ti házatok, ez a ti bizniszetek, én ebben már nem vagyok benne, és ez puszta lesz, meddő lesz, ez lesz az én ítéletem, és le is romboltatott később ez a ház, az Isten végső ítélete jeleként. A zsidó néppel is így történt. Hányszor akarta Isten korrigálni? Hányszor küldte azokat, akik intetnek, feddenek? Hozzád is hányszor küldte? Vigyázz, mert egyszer véget ér a sorozat, és többet nem küld. És lehet, hogy te mindent lenézted, elutasítottad, mert utána az ítélet jön. És az ítélet az már nem örömteli. Abban benne van már az Isten büntetése. Tudod, hány egyénnel történt ez? Tudod, hány gyülekezettel történt már? Hány felekezettel történt már? Hogy pusztán hagyatott a felekezet, és most ott van, működik minden, de nincs benne Isten. És üres, céltalan az egész, és kihal, és így halnak meg gyülekezetek. Hány gyülekezetet láttam meghalni, kedves testvéreim? Akikkel felé még szolgáltam az elmúlt évtizedekben, ma már nincsen. Meghalt, mert nem tértek meg, nem korrigáltak, és pusztán hagyatott az ő házuk. Ezért ne felejtsd el, legyen benned Isten félelem. Tudjad, hogy nem lehet dolgokat büntetés nélkül megúszni. Na még egy-két igét, és utána menjünk a következőkre, mert nagyon megy az időnk. A Róma 3:8 azt mondja, de még van itt zsidó 13:4. Legyen becsült a házasság mindenki előtt, a házas élet legyen tiszta, a paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Tehát becsüld a házasságot, mert ez is ítélet kérdése. Ha parázna vagy, nem tiszteled a házassági szövetségeket, ítélettel sújtja az Isten. Hogyan jöhet ez az ítélet? Úgy, hogy soha nem adatik neked egy jó házasság. Úgy, hogy bekerülsz esetleg egy olyan kapcsolatba, ahol szétlopják az életedet. Na, hány ilyen férfi fölött láttam ítéletet? Hogy paráználkodott szabadon, házasságot tört, utána bekerült egy olyan nő mellé, aki utána kicsinálta, akin keresztül az ördög szétlopta az életét. Vagy ítélet például, bemész egy férfi hajléktalan szállóba, 80-90%-a megmondja, hogy amikor házasságot tört, akkor indult be a lejtő, és szét lett lopva az élete. Ez volt az Isten ítélete, ami a paráznákat, a házasságtörőket Isten az ítéletével sújtja. Mások megbetegedtek, vagy az ítéletnek más formáiba részesültek. Róma 3:8 azt mondja, vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, amit állítanak némelyek, hogy tudniillik, így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy jó következzék. Az ítélet, ilyeneket méltán sújtja az ítélet. A rágalmazás bűne. Megint a beszéd. A beszédnek a mocskos bűne. Ítéletével sújtja az Isten. Amikor olyan negatív dolgokat mondunk Isten embereire, amelyek sosem voltak igazak, és tudatában is vagyunk ennek, és rágalmazunk másokat, azt mondja, ítéletével sújtja az Isten. Vigyázz! Ne vívd ki az Isten ítéletét. De ne felejtsük el, amikor ítéletről beszélek, mindig benne van az Isten kegyelme. Attól függ, milyen mértékben tud megjelenni a kegyelem. Van, amikor már nem tud megjelenni, mert istentelen, Krisztust is elutasítja az ember. Ott az ítélet az áró formája az ember életének. De van, amikor még meg tud jelenni a kegyelem. Akik bíznak az Úrban, még hogyha kemények is figyelmen kívül hagyják a fenyítéseket, vagy az intéseket, de még ítéletben is megjelenik a kegyelem. Például Dávid, mikor paráználkodott, ugye egyre nagyobb bűnöket követett el, gyilkosságba, varázslásba, manipulációba süllyedt, és jött hozzá Nátán próféta, és kihirdette az Isten ítéletét. És tényleg jött az ítélet. Hogy jelent meg az ítélet? Meghalt a paráznaságból, a házasságtörésből született gyermek. Meghalt a gyermek. Ez volt az ítélet Dávid életén. És egy évig szomorúságban, gyászban volt. Az a gyermek visszament
a feladóhoz. Kegyelmet kapott Istentől, de Dávid hordozta az ítéletnek a terhét. De tudod, miben jelent meg a kegyelem? Ugyanattól az asszonytól született a következő gyermek, amit már Salamonnak hívtak, ami azt jelentette, hogy a békességnek a gyermeke, ami már az ígéretnek a gyermeke volt, és ebben jelent meg az Istennek a kegyelme. Úgyhogy az Isten népénél az ítéletben mindig megjelenik az Isten kegyelme. Van még itt 2-3 hosszú ige, erre már csak utalok, a Róma 2:1-10-ben, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amikor mások felett ítélkezem, ugye a rágalmazás, ítélkezés, azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtsa azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Ne rágalmazzál, mert jön az ítélet. Azt mondja, te azonban kemény szívvel, megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Tehát, hogyha kemény szívvel, megtérés nélkül fogadjuk a korrekciókat, meg fog jelenni az ítélet. Erről beszél a Róma levél, de már nem olvasom végig. Még a Júdás 1:4. verstől, amikor belopóznak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Ugye ezek a szakadást okozó emberek, már erről beszélünk, akik istentelnek, ami Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják. Akik nem hittek, és ezeket később elpusztította. Utána beszél, hogy ezekre a szakadárokra, a tévtanítókra, hogyan jön az Isten ítélete, azt a példát hozza, mint az angyalokra, akik szembehelyeztek Istennel, és utána jött rájuk az ítélet. És a sötétség, ez az ítélet azt jelenti, hogy örökkévaló bilincsekben, sötétségben tartja fogva őket. Tehát a szakadár emberre jön az ítélet. És még figyelmeztet a Jakab 5-ben, 12-ben, hogy ne esküdjetek se égre, se földre, ha igenetek legyen igen, a nemetek nem, mert hogy ítélet alá ne essetek. Tehát a beszéd az nagyon veszélyes. Az ítéletet kiváltó magatartás lehet. A rágalmazó, szakadást okozó, tekintélyekkel szemben álló, ellene menetelő beszéd, az kihozza az Isten ítéletét. 1 Péter 4:17 beszél arról, hogy vannak ítéletek, amik az Isten házán kezdődik. Ez a megtisztulásnak a része. Ha pedig rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Az ószövetségi gyülekezetben is megjelent Isten házán az ítélet. Az egyik ilyen ítélet volt, mikor babiloni fogságba kerültek. Az ítélet volt, hogy elveszítették szabadságukat. Az ítélet egy büntetés volt, hogy fogságba kellett élni. De ebben az esetben is megjelent a kegyelem. Mert Isten megáldott őket a babiloni fogságban. Nagyon megerősödtek, anyagilag jó kereskedők lettek, és munkálkodtak a városok jólétén. És az ő jólétük volt az ő jólétük is. A város jóléte volt az ő jólétük is. Tehát az ítéletben megjelent a kegyelem is. És ahogy ott van a Jézus Krisztus idejében, a templomi istentiszteletre is ítélet jött. Ez is az Isten házán kezdődött, aminek a vége, hogy pusztán hagyatott az a ház, és leromboltatott a templom. És a mai gyülekezeteken, felekezeteken is van egy ilyen ítélet. Ha tiszta szívvel, nyitott szemmel jársz, láthatod, hogy hány puszta így gyülekezet van, ahol már Isten nincs benne. Tehát az ítélet azok nagyon valóságos dolgok. És különösen a szakadárokat, az eretnekekre mondja, itt újból 2 Péter 2:1-2-ben, hogy ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el a kárhozatukat. Gyors pusztulást hoznak magukra azok a hamis proféták, hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket tanítanak. Tehát ki váltja az Isten ítéletét? Mint ahogy Élin életében is jött az ítélet és a fenyítés. Na hát ez elég sok anyag, de még néhány mondatot kell beszélnem a többiről is. Ezért most itt ezt az ítéletben, de még itt van a Jakabban, mennyi ige van még itt. Azt mondja, ne legyetek sokan tanítók, tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Itt a szakadásról, illetve az 1 Timóteus, ne újonnan megtért ember legyen, hogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essem. Tehát még jó néhány ige van, ami erről az ítéletről beszél, de most nem fogom ezeket felolvasni, de amikor Isten ítél,
Na, egy nagyon fontos ige van még itt, az 1 Korintus 11.32-ben. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal el ne vesszünk. Na, ez egy kulcsige. Tehát amikor az Úr ítélete megjelenik, tehát nem akároztató ítélete, hanem mint fegyelmezési eszköz ítélete, ami már hordozza az ő büntetését, akkor nevel bennünket. Ez a nevel szó tanít, fegyelmez, gondoz. Ez a pajda ütész görög szó van, amikor ütve tanítanak bennünket, ütve nevel tanít, tehát ez is a tanításnak egy módszere volt abban az időben, tehát amikor az Úr ütél minket, akkor tanít, nevel bennünket, szenvedésen keresztül megtanít engedelmeskedni, és ennek a célja, hogy a világgal el ne vesszünk, el ne ítéltessünk, nehogy a károsztató ítélet sorsára jussunk. Tehát az egyházban zajló ítélet az még nem a végleges ítélet, az még csak a nevelő ítélet, a fegyelmező ítélet, a fájdalmas büntetés azért, hogy megtérjünk és kikerüljük a károsztató ítéletet. Úgy, ahogy olvastuk, hogy megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Isten az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Úgyhogy, és erről olvasunk Ézsaiás 1-ben, hogy Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. Összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, akik az Urat elhagyják, megsemmisülnek. Tehát itt vannak az ítéletnek az ideje, vagy a Zsoltár, mikor beszél. Nem járhatnak a bűnösök úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél, ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején. Az ítélet idején nem állhatnak meg azok, akik bűnösök, hanem és vétkesek az igazak közösségében, hanem az ítélet elkezd, mikor egyetemesen jön egy ítélő időszak, azon emberek életére jön a gyülekezetbe, akik nem tudnak megállni az igazságban. És az ítélet úrrá lesz rajtuk, és fegyelmezi őket. Tehát Isten egy korrigáló atya, egy szerető atya, egy kegyelmes atya, aki int, utána fegyelmez, és végül elküldi az ő büntető ítéletét, ami nehéz, ami szenvedésen keresztül vizeti az ember, de még ennek is az a célja, hogy megtérjen, és helyreálljon az ember. Tehát ez volt a harmadik szintje, és gyorsan szaladjunk, érintsük meg még a utolsó három legradikálisabb szintjét a fegyelmezésnek, ami benne van a igében. A negyedik szintje a fegyelmezésnek a kizárás a közösségből. Tudjuk azt, mikor egy gyönyörű láda almánk van, és egy megromlik benne, ha azt nem tesszük ki, akkor az egész láda alma romlottá válik, mert a romlás az fertőzik és terjed. Ezért ugyanígy van, ha valakit nem tudunk korrigálni, nem tudunk egyenesbe állítani, fontos, hogy egy megtérési időt adva neki, de utána ki is zárjuk, ki közösítsük őt, mert tönkre teszi, a kiskovász az egész tésztát megkereszti. Úgy olvassuk az 5 Mózes 19-ben, hogy a vétkesen azt mondja, ne szánakoz rajta, hanem távolítsd el Izraelből az ártatlanul kiontott vért, akkor jó lesz dolgod. Tehát amikor ilyen szintű korrekcióra van szükség, fontos, hogy ne szánjuk meg az embert, hanem távolítsd el a közösség érdekében, inkább egy halljon meg, mint sem az egész közösség, elveszene, ez egy másik jézusi alapelv, hogy az, akkor jó lesz dolga a közösségnek. Tehát ne szánakozzá rajta. Szeretetből nem mondd azt, hogy meg én tolerálom, ne tedd, mert a közösség fog elveszni. Ugyanígy beszél a példabeszédek 25-öt, távolítsd el ezüstből a salakot, az ötvös edényt készít belőle. Távolítsd el a bűnöst a király előtt, és trónját megerősíti az igazság. Tehát ha az ezüstből nem távolítod el a salakot, nem lesz alkalmas, hogy egy edény alkalmas eszköz legyen. Ugyanúgy a gyülekezet, ha nincs eltávolítva az a fegyelmezésre, korrigálásra nem hajlandó ember, akkor nem lesz alkalmas edény az a közösség az Isten kezébe, hogy be tudja tölteni a küldetését. Ez mindig a vezetőknek a felelőssége, hogy eltávolítsák azokat a személyeket, és a gyülekezetből kizárják. Az 1 Korintus 5.9.12, ezt már olvastuk, ezért csak röviden írom. Levelemben már megírtam nektek, vagy mondja Pál, röviden mondom, hogy nem szabad kapcsolatot tartani a paráznákkal. Tehát meg kell szüntetni a kapcsolódást. De nem általában a világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, bálványimádóival, hiszen akkor ki kell menetek a világból, hanem a gyülekezetben. Hanem most azért írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, nyerészkedő, bálványimádó, rágalmazó, részeges, harácsoló.
az ilyennel együtt se egyetek. Tehát pont azokat a bűnöket sorolja föl, ami kiváltják az Isten ítéletét. Azt mondja, ezekkel együtt se egyetek. Ne vállaljatok úrvacsorai közösséget. Azt mondja, ne éljetek azzal egy közösségben, hanem tegyétek ki őket. Mert azt mondja, mi tartozik rám, hogy a kívül felett ítélkezzem? Nem a belül lévők felett kell ítélkezni, a kívül lévők felett pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonosz embert magatok közül. Tehát a Biblia felszólít bennünket, hogyha végig megyünk a fegyelmezésnek ezen a skáláján, és nincs korrekció, nem egyenesedik ki az ember, akkor távolítsuk el a gonoszt magunk közül. Mert a gonoszok nem állhatnak meg az Isten gyülekezetében. Példabeszédek 22:10 azt mondja, üzd el a csúfolódót, elmegy vele a perlekedés, megszűnik a peresügy és a gyalázat. Ha egy közösségben fölüti a fejét a különféle veszekedés, mindig van egy-két kulcsember, akik folyamatosan szítják a dolgokat. Azt mondja, üzd el, zárd ki, távolítsd el a közösségből. Többször megtettem, és mindig békesség lett. Úgy, ahogy Isten igéje mondja. Példabeszédek 26:20, ha elfogy a fa, kialszik a hűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Ha a rágalmazót nem tudod fegyelmezni, távolítsd el, és meg fog szűnni a viszály. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvar cír. Tehát ez sokszor megfigyelhető, épp valaki mesélte egy vállalkozó, hogy állandó veszekedés volt az egyik brigádjában, míg fölismerte, hogy ki az, aki a viszályt szítja, eltávolította, azonnal békesség lett. Ez a kulcs. Így van a gyülekezetben is. Ne legyél gyenge vezető, aki nem tudja eltávolítani ezeket az embereket. És az a helyzet, hogy a romlott alma eltávolítása ládából létfontosságú, hogy a többi is meg ne romoljon. És nem véletlenül mondja Jézus maga is a Máté 18-ban, emlékeztek, olvastuk már, ha vétkezik a te atyád fél, nincs meg négy szem közt, vegyél magad mellé 2-3 tanút, utána a gyülekezet elé vidd, és a negyedik stádium pedig távolítsd el a gyülekezetből. Hogyan mondja itt? Ha gyülekezetesen hallgass, tekintsd olyan, mint pogányt vagy a ámszedőt. Zárd ki a hívő közösségéből. Persze nagyobb élmény egy pogányt megtérésre vezetni, és bevezetni Isten népe közé, mint egy hívőt újból pogányá tenni a magatartása miatt. De zárd ki a közösségből. Ez a negyedik szintje a fegyelmezésnek. Nézzük gyorsan az ötödiket, meg a hatodikat, egy-egy ige megvilágításában, és be is fejezzük. Az ötödik a kiátkozás. Mit jelent a kiátkozás? Ez egy kemény szó, katolikus egyház többször gyakorolta. Pál apostol beszél a Galácia 1:7-10-ben, amikor ő maga is gyakorolja ezt, amúgy több esetben gyakorolták Isten emberei, hogy kiátkoztak és átkot mondtak, de csak egyedi esetek vannak, és mindig a Szent Szellem vezetésének a hatására, nem emberi indulatból történt ez. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más, de egyesek megzavartak titeket, és el akarják feríteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még magunk vagy a mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Átkozott legyen. Amit korábban is megmondtunk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadhatok, átkozott legyen. Tehát ez az a szakadárságnak, az eretnekségnek a legerőteljesebb formája, mikor semmiképpen nem tér egyenes útra, azt mondja, kiátkozza. Átkozott legyen, romlás legyen rajta, átok alatt legyen a Jézus Krisztus nevében. Aki elferdíti az Isten igazságát, és más evangéliumot hoz létre, azt mondja, átkozott legyen. Ez a kiátkozás, és hiszem, hogy van az egyháznak egy ilyen hatalma, amikor Isten szelleme vezet egyedi esetekben, amikor nagyon veszélyes eretnekségek nőnek föl, hogy kimondja a kiátkozásnak a fegyelmezését. Az utolsó pedig átadni a sátánnak, kifejezés. Ez a fegyelmezésnek az utolsó formája, a hatodik fokozata, ami hasonló az ötödikhez. Pál apostol több esetben
használja, alkalmazza ezt, szintén olyan gyülekezeti munkásokkal szemben alkalmazza, amúgy a kiátkozás nem átlag emberekkel, hanem munkásokkal szemben, átadni a sátánt sem átlag gyülekezeti tagokkal, hanem olyan munkásokkal, akik megmerevettek a gonoszságokban, téves eretnekségeket hirdetnek, és komoly kárt okoznak az Isten népénél, ott alkalmazza. Az 1 Timóteusban olvasunk, az 1.20-ban, tartsd meg a hitet, a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, ezért a hit dolgában hajótörés szenvedtek. Ezek közül való Hymenaisz és Alexandros, akiket átadtam a sátánnak, hogy hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Tehát átadni a sátánnak, kivontam az Isten védelme alól, és odaadtam a sátánnak, ezáltal fel is hívtam a figyelmét az ördögnek, hogy itt van, tessék! És majd jön az emberölő, a tolvaj, a pusztító, a hazug, a megtévesztő, a rabló, és elkezdi kézbe venni ezeket az embereket. És ennek a gyümölcsei meglesznek, és az ördögi rombolás, károkozásnak a gyümölcse pedig még ott is azért van, hogy megtanulják azt a leckét, hogy ne káromolják az Istent, és esetlegesen megtérjenek. Az 1 Korintus 5.5-ben ismét említi, átadjuk az ilyet a sátánnak a teste pusztítására, hogy a szelleme üdvözöljön az Úram a napján. Tehát nézed, még ebbe is benne van az Isten kegyelme. Hogy átadjuk bár a sátánnak, hogy meggyötörje, meglopja, pusztítsa, károkat okozzon a testében, betegségeket okozzon, de még itt is benne van, hogy a lelke, a szelleme üdvözöljön az Úrnak a napjára, hogy ennek a hatására tanuljon, megfélemledjen és megtérjen a Jézus nevében. Jobb 2.6-ban is olvasunk, hogy az Úr is átadta a sátánnak Jóbot, bizonyos limitációkkal, de ez nem fegyelmezési eszközzel történt, hanem egy próbatétel kapcsán, és hál' Istennek Jób nagyon jól megállt a helyét ebben a szituációban. Amúgy még az 1 Korintus 5.8-ban is olvasunk, aki nagyon komoly erkölcsi bűnbe ment bele, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak a teste pusztulására, hogy a szelleme üdvözüljön az Úram a napján. Tehát itt is látjuk a megjelenő kegyelmet. Nem jól dicsekedtek? Tehát nem tudjátok, egy kicsin kovász az egész tésztát megkereszti? Na ezért kell kizárni, ezért kell átadni a sátánnak, ezért kell ezek a radikális fegyelmezési intézkedéseket tennünk, hogy megvédjük a közösség tisztaságát. Takarítsátok ki a régi kovász, hogy új tésztává legyetek. És itt azt is írja, hogy nem szabad kapcsolatot tartani a paráznákkal, tehát a kizártakkal nem szabad kapcsolatot tartani. Nem lehet úgy viselkedni, mintha mi se történt volna, hanem magára kell hagyni pontosan amiatt, hogy ez a fájdalom, szenvedés, gyötrelem segítsen neki, hogy magához térjen, kiózanodjon és megtérjen. Tehát, hölgyeim és uraim, itt fejezzük be ezt a nem egy könnyű témát, de ne felejtsd el, a fegyelmezés az Isten királysága kultúrájának a része. És ebben megjelenik az Isten kegyelme, szeretete. És addig örülj, még fegyelmez. Addig örülj, még küldi hozzád az intőket, a fegyelmezőket, mert addig kegyelem alatt vagy. És hadd fejezzem be azzal, amit Dr. James Dobson mondott, és a könyve le is írt, fegyelmez, megéri. Fegyelmez, megéri, és fogadd a korrekciót, megéri, legyél alázatos, megéri, és legyél istenfélő, tudjad, hogy büntetlenül nem lehet bármit megcsinálni. És tudd, hogy az Isten királyságában ez a bibliai gyakorlat. A kegyelem itt is megjelenik, de fiú vagy, és a fiú nem akar fattyú lenni, törvénytelen gyermek lenni, ezért fegyelmez, megéri. Isten áldjon meg benneteket! Thank you.